Ugye az én előadáskámnak a címe, hogy irodalmi dráma adósságaink. Ennek egyik részt az a lényege, hogy ha körbenézünk a színházi palettán, akkor gyakorlatilag, ha jól tudom, nincs olyan kortárs magyar dráma, ami közvetlenül szólna arról, amiben élünk, ami foglalkoztat minket, mint állampolgárokat, mint közéleti embereket, vagy mint művészeket. És erre gondolva azt akarom elmondani, hogy mennyiben más volt a diktatúrában, ugye? Mert a 70-es, 80-as években, amikor a magyar drámának és az európai drámának is egy nagy felfutása volt, akkor egymást érték a nagyszerű darabok, magyar darabok, amelyek megmaradtak persze, abszolút arról szóltak, hogy mi van ebben az országban, mi az, ami foglalkoztat minket, mi a jövő, mi a lehetőség. Válasz nem volt, de mégis felvetődtek ezek a nagy, komoly kérdések. És ebben az időben volt az, hogy azt mondta Várkonyi, és ez a szép mondat, de hát lehet, hogy sokan ismeritek, hogy az az igazi színház, ahol a nézőtéren és a színpadon is egy azon az idő. Tehát mikor ugyanarról van szó, pszichésen is és gondolatilag is, ami a világban történik, illetve körülöttünk Magyarországon történik. Ennek következtében most nem sorolom föl, hogy hány megmaradt magyar darab volt, a időben megmaradt darab, amely erről szólt. És hozzá kell tennem, és ez a második része ennek a kis eszmefuttatásnak, hogy közben azért van nagyon sok olyan mű, olyan szöveg, ami valóban rólunk szól. De ezek nem íróktól valók, vagy nem drámaíróktól valók, hanem színházi megközelítésben születnek. Tehát rendezők, színházi csapatok, színház közeli dramaturgok, segítők, akikkel együtt létrejönnek olyan szövegek, vagy olyan adaptációs szövegek, amelyek egyszer csak elkezdenek arról szólni, ami minket érdekel, hát legalábbis azokat, akiket a közélet és a politika, a politikum, mint általában nem az aktuál politika, vagy az is, de szóval én most nagyobb értelemben értem a politikát. Szóval ezek azok, amelyek valamit elmondanak arról, hogy mi az, amiben itt most vagyunk. És most mondom a neveket, ezek mind rendezőkhöz kötődnek. Tehát az én emlékeimben a Schilling Árpád, a Bodó Viktor, a Mohácsi csapata, vagy a Mohácsi testvérek, és természetesen Pintér Béla előadásai azok, amik valamit megmarad, meghagynak nekem, vagy elmondanak arról a világról, amelyben élünk. És hát persze Mátré Gábornak volt jó néhány ilyen előadása, ne hagyjam ki egyiket sem, mert fontosak, a Cigányok, az Illaberek, az Olasz Liszkai, a Beregi című Ménes Attila dráma Sufniba, és a Rükvenc is. Bihari, bocsánat, mit mondtam? Ja, Beregi mondtam, igen, jó. Igen. Bihari, a Sufniban, és a Rükvenc, ami a Kamrában volt. Szóval ezek azok, amelyek valamit beszélnek a világról. Na most, könnyebb volt akkor, mert monolitikusabb volt a társadalom. Tehát tudtuk azt, hogy azok, akik szembeülnek velünk, az a fajta értelmiségi réteg, városi értelmiségi réteg, amely megtöltötte a nagy színházakat, meg a kisebb színházakat is, azok mind egy irányba gondolkodtak. Tehát az elnyomásnak egyfajta fajtája volt csak, és ezért könnyű volt becélozni, vagy betalálni abba az érzületbe, amely az embereket mozgatta. Ezért volt az, azon túl, hogy jó darabok is voltak, hogy nagyon-nagyon sok 50-100-150-200 előadást is elértek ezek a darabok, mert nyilvánosan beszéltek arról, amit akkor nem lehetett elmondani nyilvánosan. Na most ez eddig mind a magyarázat volt, hogy vajon miért van az, hogy most jóval kevesebb irodalmi mű születik, mint ami akkor, megvan a magyarázat, indok, stb. Ezt nem akarom tovább részletezni, de
És azt is, hogy ez milyen nehézé teszi akkor a gondolkodásmódját az íróknak, hiszen az elnyomásnak az élet szűkítésének sokkal bonyolultabb formái vannak, mint régen voltak a rendszerváltás előtt. Áttételesebb, bonyolultabb, ahogy nem tudjuk végigkísérni egy vállalkozásnak az eredetét a kezdetétől a végéig. Annyira bonyolult ugyan ez a fajta beszorítás, amiben most élünk, legalábbis én élek, és néhányan még élünk, hozzá kell tennem még ebbe a szeretett körbe is, hogy nem biztos, hogy mindenki egyetért ezzel, amit én mondok. Szóval erre mindig nagyon kell gondolni, és ez az íróknak is egy nagyon nehéz feladat. Szóval, ezek után, amikor azt mondom, hogy mennyire nincs irodalmi magyar dráma, most csak elmondom, hogy de igenis van, csak az a baja, hogy nem mutatták be őket még eddig. Na most, hogy ez miért, azt megpróbálom egy-egy darabnál részletesebben elmondani, de most nézem az időt, jó, még minden rendben van. Tehát ez három darabról beszélnék, illetve ha van néhány perc, akkor négyről, és az utolsó pillanatban megemlíteném, hogy Závada Péter darabját, hál' Istennek hallom, hogy nagyon érdekes volt a felolvasás, nem tudta mit lenni, és hát ő nagyon szépen benne van abba a folytonosságba, amiről mi most próbálunk beszélni. Na, az a három darab, amit én szeretnék nagyon hangsúlyosan minnyájunknak újra elmondani, leszámítva például Mikó Csaba darabját, nagyon örülök, hogy itt van, akinek a legizgalmasabb darabja az Apátlanok, az tulajdonképpen az elmúlt évtizedeinek egy izgalmas összefoglalása nemzedéki oldalról, és nagyon nagy öröm volt, hogy bemutatták a Örkény Színházba, de annyit mondanék finoman, nagyon nagy szeretettel a kolléganőnk Gáspár Ildikó iránt, aki nagyszerű munkát végzett, hogy azért a látvány világa az előadásnak kicsit hangsúlyosabban élt, mint a szöveg gondolatisága. Úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha egyszer valamikor egy másik színház is bemutatná, ez csak egy mellékmondat volt, mert örültem, hogy itt van Csaba. Az a három darab, amelyről én részletesebben szeretnék beszélni, az nagy részletekről sokunkban abszolút ismerős, hiszen mind a három mű, ami lehet, hogy van egy negyedik is, de meglátjuk, mind a három mű a mi felfedezésünk, hogy mondhassam azt. Tehát azt jelenti, hogy mind a három író, Térei János, Závada Pál és ki a harmadik, mert a Viski András most szeretném kihagyni, tehát hol kezdem akkor a Térei, igenis a Spíró György és a Závada Pál. Ez a három darab, amelyről beszélni szeretnék, ezek felelnek meg azoknak a kritériumoknak, bocsánat, nem egy nagyképű akarok lenni, amiben én úgy gondolom, hogy egy darabnak meg kell szólalni egy kortárs dráma színházban, egy kortárs színházi életben. Ez mind a három darab nagy vonalú, nagy formátumú és egy komoly, nagy történelmi ívet fog be a magyar történelemből. Jelenben, múltban, jövőben, majd meglátjuk. Szóval, igen, van egy francia román származású drámatörténész, Viski Andrástól tudom, és egy vagy két rövid írását olvastam, George Baron-nak hívják, aki nagy tanulmányt szentelt annak, aminek az a címe, hogy a történelem színháza. És ez a három darab, amiről szeretnék beszélni, ez mind a három szerintem a történelem színházához tartozik. Tehát Térei János, a legkisebb jégkorszak. Na most innentől már bocsánat, hadd olvassam. Saját regényéből adaptálta 2015-ben, és ebből is volt felolvasás 2016-ban Pécsett, a Nyílt Fórum felolvasó színházi sorozatban. Térei több drámája közül hármat trilógiának is tekinthetünk, rólunk, a jelenükről, a közelmúltunkról szól. Az Asztali Zene és a Protokoll megszólalt már a Radnóti Színházban,
évekkel ezelőtt, ez a legújabb mégse volt, csak egy felolvasó színházi formában. A gazdag, pompázatos nyelven, szabad vers formában írott szövegek apokaliptikus krónikái a jelen társadalmi berendezkedésünknek elsősorban az új gazdag, nagyhatalmú, felső középosztály létrejöttének, attitűdjének, alantas, önérdekű gondolkodás módjának. Az asztali zenében, ami az első volt, és eddig hát azért a legkompaktabb darabja a téreinek, mert egy centrális erőtér, sajnálom, bocsánat, hogy ezt a szót használom, de egy centrális erőtere van, mert egy színhelyen játszódik, és minden történés, a természeti katasztrófák és a társadalmi zavargások katasztrófája valahol egy fórumra, egy helyre koncentrálódik, és minden sors valahol itt találkozik ebbe az étterembe, ami hát egy hagyományos, egy színhelyű dráma, és ezért nagyon könnyen befogadható. Szembe a jégkorszakkal, ami egy rettenetes, bonyolult, több szólamú, sok-sok epizódból álló, gyönyörű nyelven megfogalmazott, akarom mondani, túlbeszélt, mert ha most előadási szempontból beszélek róla, akkor természetes, hogy ezt nagyon erősen meg kell húzni. Szóval egy túlbeszélt darab, de mégis, szóval az elolvasása is meg kell mondjam, hogy koncentrálva is egy fárasztó dolog. Azt, hogy végig tudjam követni, hogy ki, micsoda, hogyan, hogy alakulnak a sorsok, hogy alakulnak a különböző melléktörténetek, az maga is egy elég nehéz történet, szóval agyilag fölfogni. Nem beszélve arról, hogy ennek is ugyanúgy, mint most nem tudok hirtelen példát mondani, egy nagy formátumú darabnak mindig meg kell teremteni az előadási példányát. Abban az esetben, hogyha van egy rendezője, van egy színháza, van egy hely, és van egy csapat, amelyik rászánja magát arra, hogy energiával, idővel, talán még pénzzel is, de mindenképpen egy dologra koncentrálva megpróbálják megfejteni ezt a rendkívül bonyolult darabot, úgy, hogy közben megőrzik a dolognak az értékét és a nagy formátumát. A 2019-ben játszódik, nem sokára lesz ugyebár a 2019, mindjárt itt van, a jelenlegi vezető garnitúra bukása után. Nincs időnk arra, hogy felolvassak egy 10 sort a darabból, mert viasztóan, hogy mondjam, didaktikus a szöveg, aztán utána már gyönyörűen felszárnyal, de az az első 10-12 sor az abszolút, mintha a mai politikai rendszerünkről szólna. Tehát 2019-ben játszódik a jelenlegi vezető garnitúra bukása után, de minden elemében megőrizve ennek a jelenleginek a politikai retorikáját. Valaki azt írta róla, amikor leírta a tartalmát, hogy befagy a Duna, és megnyílik a síparadicsom a Schwab-hegyen. Tehát miközben az ország elpusztul, éhen pusztul, vaddisznók csörtetnek az egész budai területen, mert Pest már teljesen behavazódott, akkor ez alatt a bulvár sajtó és a politikai retorika azon ünnepel, hogy síparadicsomot tudtak nyitni Schwab-hegyen, a Schwab-hegyen. Szóval ez a fajta kettősség, a rettenetes önzés, kívülállás az életnek, a szerencsétlenségeknek, a szerencsétlen embereknek a nem tudomásul vétele, hogy az országnak van egy területe, ami teljesen kicsúszott a kezünkből és mindenkinek a kezéből. Ez a fajta hihetetlen, közönyös, önző gondolkodásmódban születnek meg a térei szövegek és a térei daraboknak a története. Tehát befagy a Duna, és mindjárt a síparadicsom a Schwab-hegyen, miközben a globális lehűlés éri el és pusztítja el Európát, és majd Magyarországot is. A történet az, hogy egy hatalmas izland, ezt talán mindnyájan tudjuk, dramaturgok, hogy egy izlandon egy létező vulkán kitör, és utána egy olyan lehűlés történik, és sorba megy egész Európáig, és annál tovább, hogy aztán végül is egy nagy jégkorszak következik be az országba, és mindenütt.
De a vezető politikai elit, mintha mi sem történt volna, éli a maga édes életét fogadásokkal, szerelmi ütlenségi intrikákkal, miközben az országban éhhalál és fagyhalál pusztít, és szélsőséges, radikális fundamentalisták készítenek elő egy felkelést. És aztán az egyikük közülük le is lövi a miniszterelnököt, majd kirobbantják a lázadást, amelyet a hatalmi gépezet lever. Ez a borzasztó rövid és primitív történet ennek a hihetetlen bonyolult történetnek, és még egy poént is mondok, írói szemtelenség és bravúr, hogy mindez napjaink ismert színhelyén a Bajor Gizi Múzeumban történik, ott van az ostrom. Tehát azt látjuk, hogy csodálatosan le van írva, hogy hogy pusztul el, hogy megy szét, hogy megy tönkre, hogy hal fekszenek a hullák a Bajor Gizi lépcsőkön, és a támadók hogyan csúsznak le azon a lépcsőn, ahol mi annyiszor fölmegyünk, mert teljes jégpáncél borítja az egész kertet és a lépcsőket is. Tehát ez az ismert színhely, ez még különösebbé teszi az egész történetet. Igen, sietek egy kicsit. Tehát így vázlatosan elmondva egy hatalmas költségvetésű, hagyományos színházi előadás rémlik fel az agyunkban, de egy fantáziával, az értelmezési elképzelésekkel rendelkező csapat különféle minimális szenírozással a szegény színház mindent felkínáló lehetőségével abszolút elképzelhető, hogy mint például, nem tudom, valamelyikötök látta, nekem csodás szerencsém volt, hogy megnézhettem a Fischer Ivánnak a Don Giovanniát a MIPA-ban, ami elképesztően izgalmasan, teljesen a szcenika legegyszerűbb módján alkalmazva, elképesztő nagyvonalúsággal szólaltatta meg a Don Giovannit, mert csak az énekre figyeltünk, de úgy, hogy azért mégis segítette a fantáziánkat, hogy valahol, valami, hogyan és milyen módon történik. Szóval ez a második nagyszabású országtabló múltbeli krónika, a Spirónak a Hello, Dr. Mengele című sötét komédiája 2015-ből. Ez is megkapta a dramaturgoknak a díját, és ebből van, hogy az elmúlt évad legjobb drámadíját, és ugyanúgy felolvasó színház is született belőle. Térei a jövőbe, Spiró a múltunkban. A múlt század közepén, az 1960-as évekbe helyezi nagyszabású és kegyetlen horror meséjét, egy magyar sorsot, egy magyar pusztulást mesél el, egy csodálatos szellem üldöztetését, kálváriáját, egy rémálomszerű ördögi praktika és rágalmazás következtében. Maga a történet is hihetetlenül fantasztikus, miközben igaz. Élt egy csodálatos képességű ember, Lénárd Sándor, 1910-től 1972-ig, aki egy kissé ódivatú szóval polihisztor volt. Nyelvzseni és latinra fordította a Mici Mackót, megnyert egy hatalmas összegű televíziós kvízt, és mindezt Brazíliában portugál nyelvvel, mert a II. Világháború vándorlása és zsidóüldözése után Brazíliába kötött ki egy nagy erdőnek, egy őserdő közepén, egy pici kis helyiségben, és ott élte volna le az életét, ha közben nem jön ez a rémálomszerű történet. Aminek a lényege, hogy ezt a nem mindennapi képességű embert ott kint Brazíliában azzal a képtelenséggel vádolták meg, és mindezt egy magyar emigráns indította el, hogy ő Mengele, az auschwitzi haláltábor hírhet orvosa. És Spiró ezt a pokoli, lidérces történetet írta meg a sötét komédia nyelvén, egy náci vadászat és egy ember vadászat története köré fölépítve. Spiró bebizonyítja ebben a krónikájában, hogy az abszurdot nem kitalálni kell, hanem felfedezni a mindennapok történéseiben. Amit ő leír, az mind valóságos, amit ő az abszurditásig feszíti, a karakterek bonyolultan szélsőséges és mégis hiteles rajzával, és a helyzetek bonyolult megteremtésével, amely az emberekből a legképtelenebb magatartásokat hívják elő.
A felvonuló portrék Gogol revizorára emlékeztetnek, mert ugyanúgy, ahogy Gogol, úgy Spiró is a képtelenségig tudja feszíteni az egész történetet, a szereplőket és magát, a történet menetét. Spiró komédiájának az a baja, hátránya, mint Térei darabjának, hogy óriási szereplőgárda, látszólag sok helyszín, de ugyanazt mondhatjuk el róla, mint a Térei jégkorszakáról. A modern színházi gondolkodás, nyelv, téralkodás rengeteg formát, megközelítést tud kitalálni, például a felolvasó színházat, amit mi csinálunk, vagyis csináltok, szerény körülmények és szerény körülmények között is meg tudja szólaltatni a mű szellemét. Itt hosszan leírtam, hogy a Fischer Iván szintén itt is mennyire szóba jöhet, de ezt most kihagyom. Mindjárt vége van. A harmadik fontos dráma Závada Pál, Janka Estényi. 2010-ben írta ő is, és ő is, mint Térei, saját regényét adaptált a színpadra, és ő is, mint Térei, egy trilógia záró darabjának tekinti a magyar történelembe ágyazva. A történet 1940-től a 80-as évek elejéig tart, szociológiai pontosságú történelmi és szerelmi dráma, a párfordulások sűrű történetéről, a fennmaradás, a továbbélés kényszeréről, a politikai emberi szerelmi drámák, árulások történelméről, folyamatáról szól a magyar történelem vérzivatalában. Ez így elmondva lehetne egy komor történelmi dráma is, de Závadának van egy csillogó erejű, szervesen építkező dramaturgiai találata. Ez pedig a kar, a kórus szerepeltetése, amely különleges teátrális lehetőséget teremt. Egy három szereplős kar, amely gyakran énekbeszédben szólal meg, belevonva az éneklésbe gyakran magát a főszereplőket is. Ők egyszerre alakítják az összes mellékszereplőt. Ezen kívül kommentálják a főszereplők történetét, hol gúnyosan, hol együttérzően, hol parodizálva, hol információkat közölve, hol pedig vagy a történet jelen idejéből, hol pedig a jövőből megszólalva. Szóval ezek a szemszögváltások, ezek a hangvételváltások rendkívül izgalmas, egy elegét teremthetik meg egy létező, egyszemszögű történetnek. Nagyon szeretnivaló volt, ebből is volt felolvasó színház, és én nagyon-nagyon remélem, hogy egyszer valamikor megszólal ez a mű, mert ez ugyanolyan fontos, mint a Spiró darabja, vagy egy csomó olyan, amit én most nem tudok említeni, de ti biztos tudtok mondani példákat, amelyek rólunk szólnak, ami erről a korról szólnak, vagy a múltunkról, vagy a fiatalságunkról, de mindenképpen a miénk, a magyaroké. Visszatérve egy mondat erejéig a Závadarat darabhoz, hogy tudjuk, hogy Alföldi Róbert megcsinálta a magyar ünnepet a Nemzeti Színházban, nagyon, nagyon sarkosan, nagyon erősen, nagyon teátrálisan, nagyon bátran. Lett is belőle nagyon csúnya politikai botrány. Lehetséges, hogy többek között az ő, hát hogy mondjam, az, hogy nem pályáztatta, nem lehetett újra vezetője a színháznak. Elképzelhető, hogy ez nagyon erősen látszott a történetbe. De szóval ebből látni, hogy a Závada milyen bonyolultan és fedetten ugyan, de milyen teátrális elemekkel dolgozik. Na, igen, akkor most már a Viski Andrásról nem beszélek, és mert még van egy az a darabja, amiről mondom, most nem beszélek, a Visszaszületés a címe, és egy nagyon-nagyon ugyanolyan jelentős mű, az auschwitzi gondolkodásmódunknak egy nagyon-nagyon radikálisan újfajta gondolkodásmódját készíti elő, vagy hát próbálja megcsinálni. És befejezésül ez a három dráma így együtt, tehát a Térei, a Spiró és a Závada együtt szemlélve átfogják a 20. század második felének magyar múltját, annak összes jelenbeli traumatikus következményével együtt.
nagyformátumú művek, a kisebb lehetőséggel és kapacitással rendelkező színházi gyerekük van azokban. Pedig mindegyik a magyar karakterről, a magyar sorsvariációkról beszél, csak meg kellene szólaltatni őket, színesen fantáziájukat, szellemüket, humorukat, sokszínű és izgalmas teátrális lehetőségeiket kihasználva. Ők, az írók és a műveik színházi adósságaik részei. Sokan közülünk biztos tudtok említeni még többet is. Sajnálom, hogy nem láttam a Péternek a darabját, mert akkor talán ezt is hozzátettem volna, nem tudom. De hát ez egy egészen másfajta karakter, ami befelé építkezik. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy különösen a Janka estét, de mind a három egyszer valamikor. De aztán Gyuri látta a deszkát, de mutatókat még És milyen volt? Meg is hívták a deszkán ott volt? Deszkán ott volt, és utána volt is vele beszélgetés, meg minden, nem tudom miért volt, hogy nem beszélgetés volt. És ez egy nagyon izgalmas előadás volt, és nagyon érdekesek voltak a szereplőszínások, mert hogy feleltek, tehát nagyon dramaturgiailag voltak a szereplőszínások. Ez egy jó előadás volt. Nagyon párhuzamú volt a mai eseményekkel, a felvételi bejátszásokkal, a szenzációhajlászás, szóval nagyon erős előadás volt. Hát kérem szépen, akkor ezt ugyan nem mondtam el, mert mondom a húzásnak állt az akkor eset, de hát benne van ezekben a szövegben a maiság, csak egyszerűen nem tudtak még megszólalni. Egész más egy darabot olvasni, még nekünk is. Hát nem, hogy egy átlagát, vagy nem tudom, hogy nevezetni. Hát ez egy rendezet. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.